Mivel lehet manapság felkelteni a fiatalok érdeklődését? Ezt is megvitatták a diákpolgármesterek a Fiatalok Újpestért Egyesület rendezvényén. Szeptember 27-én rendezték meg a Fiatalok Újpestért Egyesület első iskolakezdés utáni programját a Városháza Pinceklubjában. A résztvevő iskolák diákpolgármestereit és diákönkormányzati képviselőit Renge Zsolt önkormányzati képviselő és Balla Barbara, a Fiatalok Újpestért Egyesület elnöke, Újpest korábbi diákpolgármestere köszöntötte. Bemutatták a diákoknak az egyesületet, melyet 2011-ben alapítottak azzal a céllal, hogy a kerületi diák életet még jobban felpesdítse, illetve egy hatékony, kommunikációra alapozott kapcsolatot alakítson ki az újpesti iskolák között. A jelenlévő diákpolgármesterek és pedagógusok ezután egy kötetlen beszélgetés keretében megvitatták az iskolákban működő diákönkormányzatok feladatait, a programszervezés összetettségét, illetve kérdésként felvetődött, hogy mivel lehetne felkelteni a mai fiatalok érdeklődését. Abban minden résztvevő egyetértett, hogy fontos a kerületi diák élet, illetve rövid és hosszú távú célok is megfogalmazásra kerültek.